Aladár? Olvasol, Aladár? Nem. Velencében sétálok a Szent Márk téren, és galambokat etetek. Majd, ha megetetted a galambokat, akkor szeretnék tőled valamit megkérdezni. Tessék, kérdez, addig úgysem lesz nyugtom. Mit akarsz tudni? Mondd, drágaságom, hogy áll most az eszkúdó? Mi az egy eszkúdó? Pénzegység Portugáliában, ami nálunk a pengő, az Portugáliában az eszkúdó. Értem. És te most azt akarod tudni, hogy ez a portugál pengő hogy áll itt Pesten, ugye? Igen. Hagyj békén, édes fiam! Alikám! Tessék! Mit gondolsz, hány tonna kappant exportálnak Lisszabonból évente Angliába? 2.672.000 tonnát. Élve vagy fagyasztva? Mondd, életem nyugalma, neked tényleg ez a legnagyobb gondod? Az eszkúdó és a kappan export? Hát csak azért kérdeztem, mert ebben a könyvben egy árva szó sincs erről. Miféle könyvben? Ebben nyelvkönyv. Miféle nyelvkönyv? Portugál nyelvkönyv. Ó, portugálul tanulsz? Szép nyelv. Hazudsz. Nekem tetszik. Eszkúdó, caramangia, olé! Nem ebben hazudsz. Nem a nyelv szépsége miatt tanulsz. Ha egy nő manapság Pesten portugálul tanul, annak egyetlen oka lehet az idegenforgalom. Neked van egy portugálod. De, Alikám, honnan veszed? Nekem nincs portugálom. Most azonnal bevallod a portugált. Alikám, esküszöm, hogy nekem nincs portugálom. Igazad van. Neked nincs portugálod. Te sokkal okosabb vagy annál, mint hogy ilyen ügyetlenül elszóld magad. Eszkúdó nyelvkönyv. Ha te így felhívod a figyelmemet arra, hogy neked van egy portugálod, akkor neked nincs egy portugálod. Nincs. Lapel. Lacsik. Elmak. Lacsilla. Kuetal. Mit csinálsz? Tanulom a portugál melléknévi igeneveket. Szóval te ragaszkodsz hozzá, hogy én elhiggyem neked a portugált. Tehát ide figyelj, ha a fejed tetejére állsz, akkor sem hiszem el neked a portugált. Pedig könnyen lehetne egy portugálom. Lehetne. Igen, és még csak szemrehányás sem tehetné értem, mert te elhanyagolsz engem. Nocsak. Hiába fölényeskedsz, igenis elhanyagolsz. Nézd, drágám, egy rendkívül elfoglalt ember vagy, nekem nincs időm mindenre, mint a portugáloknak. Nincs soha egy jó szavad hozzám. Csak egyszer mondanád, hogy csinos vagyok, hogy jól áll az új ruhám, hogy tetszem neked. Csak egyszer vinnél el egy moziba, egyszer jönnél el velem Budára, egy kis cukrászdába. Megőrültél? 5 év házasság után menjek veled romantikázni Budára? Bujkáljak veled egy cukrászdába, mint egy vezérigazgató a titkárnőjével? Látod, ez vagy te. Azt hiszed, ezzel a kis házassága minden el van intézve. Elfelejtett, hogy egy asszonynak lelke is van. Én a lelkedet is feleségül vettem. Bútort azt nem kaptam, de a lelked, az veled együtt járt nekem. Ostoba vagy. Megérdemelnéd, hogy megcsaljalak. Talán épp egy portugállal. Igenis, egy portugállal, mert egy portugál az más, az forró temperamentumos, csupa erő, csupa férfiasság. Lehet, hogy neked mégis van egy portugálod? Van. Igenis, van egy portugálom. Fenét van. Nincs! Van! Nincs! Van! Nincs! Van! Nincs! Nincs? Hát akkor most én itt rögtön bebizonyítom neked, hogy igenis van egy portugálom. Álvarez! Álvarez! Ki az az Álvarez? A portugálom. Ó, és szereted? Imádom. Nocsak. És Álvarezt választom. Az rendben van. De hol van ez az Álvarez? Lehet, hogy ez az Álvarez nem is létezik, csak te beképzeled magadnak. Tévedsz, létezik és itt van. Hát akkor miért nem jön elő, ha hívod? Csak nem süket? Nehezen mászik ki az ágy alól. Álvarez, szerelmem! Te asszony, ez az Álvarez rád se hederít. Álvarez! Álvarez! Jaj, itt vagyok, szerelme! Ki ez, idegen? A férjem.
És mit akarni itt? Hát, hét még csak. Csak, de maga mit keresi? Én szeretném maga feleség, és magammal cipelni. Lisabon! Tiltakozom a cipelés ellen. Micsoda temperamentum a leg! Ott vár a tenger boldogság, enyém szerelem és enyém gazdagság! Nem engedem! Nem? Akkor én törni, zúzni, gyilkolni és erőszakkal elrabolni! Micsoda temperamentum! Én szöktetek, gyönyörű asszony! Lisszabonba! Bele! Rendben van, kire, mikor parancsolnak indulni? Aligám, az Istenért, te elengedsz vele? Minek ez a portugál úr el akar téged vinni? Menj, én nem állok útjába a boldogságodnak. De Aligám, édeset, én nem így gondoltam, én nem akarok elmenni. Aladár, én szeretlek téged. Én csak azt szerettem volna egy kis romantika, egy kis cukrász, egy kis Buda. Egy kis Lisszabon. Nem, Lisszabon, nem mondom, nem. Aladár, én nem akarok elmenni. Most már menj, Aranta! Én szépen elmenni, Mennyi jár magának, Kelemen? Kérem, nekem jár 3 napi lázas udorlásért, napi 5 pengő, az 15 pengő. Virág, cukrászda Budán, szakál bajusz. Aladár, az Istenét, mi ez? Kérem, hagyjál minket elszámolni, jó? Folytass. Portugál nyelv könyv, A450, a hölgynek készcsók A50 filér, az 50, összesen 170 peg 50 filér tisztelt. Jó, van, Kelemen, tessék, a többi a magáé. Köszönöm szépen, hát a viszontlátásra. Tiszteletem, készcsók. Ne. Pardon. Hát akkor bocsánat az alkalmatlankodásért. Tisztelet. Készcsók. Aladár, megőrülök, mi volt ez, ki volt ez is egyáltalán? Legalább én észrevettem, hogy te elhanyagoltnak érzed magad mellettem. Gondoltam, miért keresél magadnak te egy portugált? Szereztem neked egyet én. Bocsánat! Ha bármikor szükség lesz rám, csak egy telefon és rögtön jönök. Tudok olaszul, törökül, angolul és svédül.